A minőséget nem fogom beáldozni a kényelm oltárán, ez legyen a mai videó konklúziója. Általában kettő dolgot nem szoktam csinálni. Az egyik az az, hogy esküvőt fotózni, és kettő projektet vállalni egy napra. Na most ma mind a kettő meg fog történni, ugyanis ma esküvőt fotózok, és utána klippet forgatok. Érdekes egyveleg, és ennek a videónak nem csak ez a komfortzónából való kilépés az apropója, hanem az iPhone-ommal fogom ezt végig vlogolni, és azt próbáljuk ma megfejteni, hogy lehet-e iPhone-nal tartalmat gyártani, érdemben tartalmat gyártani, úgyhogy az jól is nézzen ki, úgyhogy tartsatok velem! Az első napirendi pont, hogy összeszedek pár eszközt ehhez a két projekthez, acsik az objektívet, stb. És aztán délután indul a munka. És hogyha valakit a telefon beállításai érdekelnének, 4K60fps-sel veszek fel mindent HDR módban, mert úgy találtam, hogy ez sokkal könnyebb utólag fényelni. Vlogoláshoz a telefon előlapi kameráját használom, a vágóképekhez pedig a hátlapit. Az a szó praktikus, hogy ma kitaláltam ezt, mert elkezdett esni az eső, és a Canon R6-ot az biztos, hogy nem venném elő, bármennyire is vízálló. A telefonról pedig tudom, hogy eléggé az, úgyhogy az is lehet, hogy ez egy bevett szokás lesz, hogy az iPhone-t használom majd a tartalomgyártáshoz. Kész, mocskos idő van, by the way, és a klipforgatás több mint az, hogy elmaradt sajnos. Valamit nyilatkozz már, hogy amúgy történik. Szia! Nagyon jól történnek a dolgok itten éppen, itt a crew a hátunk mögött. És már mindjárt vége fele vagyunk a forgatásnak. Jó lesz? Nagyon jó lesz. Hát ez már az első klipnél eldőlt. Az első forgatásnál, amikor bekapcsolta a kamerát a Martin, ott már eldőlt. Ez bomba lesz. Én vagyok rá. Végeztünk az esti forgatással, amit végül mi megtartottunk, mert hogy elállt az eső, és a klip hangulatához amúgy is illett ez a dárkos hangulat, városban járkálós snittekkel, stb. Az iPhone-nal itt sok verk felvételt nem tudtam készíteni, mert nagyon a munkával voltam elfoglalva, de GoPro-val és egy másik telefonnal készültek verkanyagok, amit a videó ezen pontján már láthattatok is. Mindenesetre a konklúziót azért le tudom vonni az iPhone-nal való tartalomgyártásról, és az nem más, mint hogy a főkamerán kívül a másik kettő kamera az nem igazán használható, tehát az előlapi kamera és a nagylátószögű képe meglehetősen zajos és zavaros nappali körülmények között is nem olyan jól fényelhető, illetve az előlapi kamera esetén hangfelvétel sem túlzottan jó. Utómunkával persze ezt felhúzogattam egy kicsit, de azért az életemet nem tenném rá. A főkamera felvételét viszont remekül lehet fényelni, és biztos vagyok benne, hogy a 13-astól feljebb lévő generációk, tehát a 14-es és a 15-ös, illetve a Pro modellek sokkal használhatóbbak erre a célra. Alig várom, hogy kipróbálják egyébként egy 15 Pro-t, majd ez is eljön. A 13-as iPhone-t viszont biztos, hogy nem fogom lecserélni a Canon R6-ról, holott nagyon kényelmes egy telefonnal tartalmat gyártani, tényleg csak előveszed a zsebedből és csinálod, de a minőséget nem fogom beáldozni a kényelm oltárán, ez legyen a mai videó konklúziója. Martin voltam, aki Tóth, és köszönjük, hogy benéztél!